mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A szentmise áldozatot Rita és Tamás házasságáért ajánljuk föl. Találó a mise szándék, hiszen a mai napon az angyali üdvözletet olvassuk föl, és ez egy eljegyzés, és egyben egy házasság kötésnél is magasabb szintű, hiszen a Szentlélek mátkája lett Mária az angyali üdvözlet után, és gyermeket fogant a Szentlélektől. Találó, és ilyenkor azt szoktam mondani Ádám Éva napján, miután, hogy a mai napon, Advent 4. vasárnapján már Ádám Éva napja van, hogy az angyalok szidolozzák a fanfárokat, a harsonákat, és az esti órákban a mennyek országában megkezdődik, nem csak a földi életben, Jézus Krisztus születésének ünnepe. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szűz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának Dávidnak trónját. Uralkodni fogják a házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szentlélek szállt rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért szent lesz az, aki tőled születik, Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet, gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár mattalannák tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szól. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ez az evangélium igény. Evangélium tanítása legyen mindenkodosának ára. Kedves testvéreim! Mielőtt az Isten fia belépett volna Szűz Mária méhébe, és fölvette volna az emberi természetet, az angyalát küldte, aki örömhírt hozott Máriának. És ez az örömhír kezdete volt annak az örömhírnek, amit ma a keresztény világ igyelmeget, hogy evangélium. Örömhír. Jó hír. Ezzel a szóval köszöntötte őt az Isten küldötte, aki képviselte, mint ahogy az esküvőkor a vőfény a falvakban
ünnepélyesen föloltózve, kalappal, szalaggal, bottal a kezében, ami szalagos, végig látogatja a faluban a meghívottakat, és képviseli a vőlegényt és a menyasszonyt. És köszönti a ház népét, hogy meghívja őt a vőlegény és a menyasszony nevében az esküvőre. Ebben az esetben szintén egy leánykérésről van szó. De nem csak leánykérésről, hanem egy házasságról, nem ütök a számra házasságról, de egy lelki házasságról, egy fogadásról, de teremtés által való fogadásról, a Szent Háromságba való, rendkívüli módon való kapcsolódásra való meghívásról, és egyben pedig mindjárt a fogadásról is, és nem tudom körülírni ezt az igazságot egész jó szavakkal, hogy a vőfély, aki megjelenik itt, mindjárt a násznak a lehetőségét kínálja föl, és örömet hoz. Ezzel szól az Isten képviselője Máriához, hogy örülj. Örülj, kegyelembe fogadott. Szó szerint ez hangzik el, amit magyarul üdvözlégy Mária és kegyelemmel teljesnek mondunk, szó szerint a görögben, a Szentírásban így van, hogy örülj, kegyelembe fogadott, és nem több. Örömet küld maga előtt az Isten, mielőtt emberi természetet vesz föl. De ez az örvendezés nem csak Máriának szól, hiszen Mária eddig is örvendezett. Hiszen kegyelembe fogadott volt az anya méhétől fogva. A kegyelembe fogadott, ez azt jelenti, hogy minden bűn kizárt, áteredő bűnt is. Isten és őt nem választotta el a bűnfala. Ezért már eddig is a Szentlélek temploma volt. Eddig is Isten temploma volt. Eddig is egységben volt az Istennel. Eddig sem ismerte a félelmet. És mindazt, ami az örvendezésnek lenne az akadálya. Amikor az emberek jönnek és panaszkodnak, hogy nem boldogok, és ezt néha így mondják el, hogy félelem van bennem, néha úsz, hogy mennyit vitatkozom a környezetemmel, mennyit veszekedek, pedig igazam van. De mennyi boldogtalanság az én igazságomnak az ára, hogy klóvá teszem az igazamat, vagy a másik ember miatt, vagy a betegség, vagy az öregség, vagy a tanulmányok, amik előre haladnak, és nem úgy mennek, és hogy nehéz leülni, tanulni. A kisgyerek már óvodába menésre is panaszkodik, hogy miért kell egy idő után. Hát még a bölcsőben, ahol nem az édesanyja emeli föl a karjába, hanem idegen karok között sírdogál. Tele van az emberi élet nyomorúsággal, és az összesnek a magyarázata az, hogy hiányol szeretetben. Mert aki a szeretetben betelik, az nem tud sírdogálni a bölcsőben, az idegen kapuk között, mert tele van szeretettel. És tanulmányaira is úgy ül le, hogy tele van szeretettel az Isten szeretetével. Ezért teljesen biztos, hogy együtt dolgozik vele az Isten, és hogy sikerre viszi a vállalkozását. És ugyanígy az összes többiek. Mert aki teljesen tele van a szeretettel, csordultig, nem tud félni. És nem tud veszekedni, hanem sajnálja, hogy hiányzik a másikból az, amit ő birtokol, a szeretet, és ezért ereszkedik szóba vele, hogy hát ha eméri, hogy ő is birtokba vegye a szeretetet, amit az Isten nem tartott. Kísérletei vannak ezért, és nem haragszik az elutasításra, hanem csak sajnálkozik. Mint az Isten, ahogy nézi a sok-sok embert, aki visszautasítja őt a kegyelmével, a szeretetével, és sajnálja, és próbálkozik. Hát, ha egy életen. Örülj, kegyelemmel teljes. Mária eddig is örvendezett,
Nem ismerte a félelmet, mert nem volt akadály Isten és ő közötte. A félelem pedig büntetés, bárha pedig büntető volt. De most egy újfajta öröm, a hivatására való ébredés, hogy az az ő hivatása, hogy a Szentlélek mátkára legyen, a Fiúistennek test szerint édesanyja, és így a Szent Háromságban újfent és különleges módon kapcsolódjon be, amelyet nehéz megközelíteni emberi szavakkal, hogy mert nem házassága, hogy mi gondoljuk, de mégis fogad a Szentlélektől. Hova tovább a mennyei Atya megárnékoz, ez a férfi teremtő előtt jelenti. De itt most teremtő előtt, és nem a férfi előtt, mert teremtés ment végbe, és nem férfi jelent meg a fogamás érdekében, hanem az Isten teremtő előtt. Különleges mód az örvendezésre, mint ahogy a keresztény világnak is különleges módon van oka az örvendezésre, nem csak karácsony ünnepén, hanem egész esztendőben. Mert az Isten eleve elrendelte azt, hogy megmutatja, hogy mit jelent az Isten teremtményének lenni. És ezt így fogalmazta meg az írás, hogy megmutatja. Megmutatja és példát adva rá lehetővé teszi, hogy kövessük. Atya leszek és ő fiam lesz. A mennyei atyának mindig öröktől fogva a Fiúisten ezzel a kapcsolatával, relációval kapcsolódik hozzá a fiúsággal, hogy az Atya az egylényegű Isten nem három személy, hanem az Atya, az Isten, az ő isteni lényegét mindig adja a fiúnak, a fiú pedig mindig elfogadja, és ez a reláció öröktől fogva így van, nincs előbb az Atya és később a fiú, ez a kapcsolat, hogy adja és fogadja öröktől fogva, és kettőjük szeretete a Szentlélek. A végtelenség. És most emberi formában fog megjelenni, hogy mondhassa neki az Atya, hogy én Atyád vagyok, és te fiam vagy, emberi természetben vagy fiam. Nem csak Istenében. Atya vagyok, és ő fiam neked. Mutasd meg nekik, milyen az Atya és a Fiú közötti kapcsolat. Mutasd meg nekik, hogy milyen, amikor az embertől azt várja az Isten, hogy Atyának tekintse, és önmagát meg az Isten gyermekének. Az Atya-Fiú kapcsolat. Én Istened vagyok, te pedig a gyermekem. Jézusban ez beteljesedett az emberi természetét illetően is, és ez példa arra, hogy hogyan kell követni az Atya és a Fiú kapcsolatát. Közönséges emberként, mert le kell másolni Jézus földi életét, hogy hogyan kapcsolódott emberi természetében az Atyához. Hogy a mi számunkra is ezt kelljen mondani, hogy egy szövetség lépett életre az Atya Isten és mi közöttünk, ő atyám, mi meg gyermekem, annak megfelelően élek, hogy Istent ismerem, a törvényeit, a szeretetét, az erkölcsöt, amit kér, mert az mind szeretet, atyámnak tekintem, és gyermekének tekintem magamat. És ő megmutatja, hogy atyám nekem. Kiűzi a félelmet, a szenvedést, a betegséget, minden. Előbb-utóbb a betegséget is, igen. Az örök életben nincs betegség. De a lelki betegséget először, ami igazából nyomorítja meg az embereket, nem a vakság elsősorban, mert ha a vak teremne az Isten szeretetével tökéletesen, akkor a vakságában is örvendezne. Hajdanán a 70-es, 80 években volt egy ilyen, hogy John, könyv is írtak róla, vak volt, de tele volt az Isten szeretetével és boldog. És ezt prédikálta minden ember, hogy nem a vakság a szenvedés, hanem a szeretet hiány a szenvedés. És ugyanígy értjük az összes többi nyomorunkra, ami miatt szenvedünk. Nem az, hanem a szeretet. Mert aki a szeretetben beteljesedett, az tudja, hogy az összes többi nyomora is megszűnik az Isten országa. Mert atya lett és fia lett Jézus emberi természetben, és ez az atyaság és a fiúság tartott a Kálvárián, a kereszt áldozatban, és ezért
az ország megalakult az ember számára, volt pontosabban megnyílt, és először az Jézusban, mint Isten emberben jelenlévő ember számára, aki emberként föltámadva lépett be az Isten országába, és beteljesült, hogy azért, mert te gyermekem vagy én meg atyád, és ezt kitartottál a halálig benne, engedelmes voltál, ezért házad és királyságod az Isten országa örökké fönnmarad. Emberként is trónolhatsz benne. És kínálja minden embernek ugyanezt, hogy miután a keresztségben már elmegy az áteredő bűn és minden más bűn, akinek van, és a Szentlélek temploma lesz az ember, adni tudja az erőt, a hatalma van hozzá az Istennek, a Szentlélek ereje által, adni tudja az erőt, hogy megerősödjünk az evangélium hitében, az Isten országa hitében, az evangéliumban, mint Krisztus tanításában, és élni tudjuk a Szentlélek erejével. Hogy a mi számunkra a földi életben valóban, amikor így szólítjuk, hogy Atya, aki a mennyben van, úgy is gondoljuk, hogy mi nekünk ő Istenünk, amikor gondolkodunk, és amikor beszélünk és cselekszünk. Őnek és én gyermeke vagyok neki, és ezért bízvást folytassam, úgyhogy jöjjön el a te országod, az az ország, amelynek sosincs véges, amelyet Krisztus megnyitott az én számomra is. A Szentlélek erejével, az atyaság, a fiúság élése a föld életben az új szövetség és örök szövetség, amelynek a végei beteljesítése az Isten országának maradéktalan megtapasztalása a földi élet után, amelynek az ország, amely ország örökké fönnmarad, és sosincs vége az örömnek, vagyis, hogy amit mondott az angyal Máriának, arra minden ember meg van hívva. Örülj, kegyelem befogadott. Mert Isten eleve elrendelte, hogy fogadott fiakká emeljen minket, elnyerjük a fogadott fiúságot. Krisztus keresztje áll, a keresztség áll, a Szent Háromság fürdője, a Krisztus vérébe való mosakodásá, a kerességgel, a Jónás szentségével, eleve elrendelte, van pozitív elrendelése az üdvösségnek, de az embernek hatalmában van az, hogy meghiúsítsa. Istennek meg van hatalma hozzá, hogy aki együttműködik vele, hogy megerősítse, hogy a fogadott fiúságot élje, és hogy ezért hálát adjunk, magasztaljuk az Istent, azért a fogadott fiúságért, amely azt jelenti, hogy a kegyelembe fogadott minket, hasonlóan Máriához, áteredő bűnnek vége a kerességgel, a bűnöknek, uralmának vége, a szentségekben való részesedés által, különösen a Jónás szentsége részesedés által, ami után a keresség már véget ért, és még egyszer nem lehet keresztelkedni, és nem is kell. Hogy kegyelembe fogadottak legyünk, Máriához hasonlóan, nem önerő, hogy örülj keresztény. Ezért bízvást imádkozom Szent Pál apostollal együtt, a római levél részletével együtt, amely a mai napon fel lett olvasva itt a Szent Liturgiában, annak, vagyis Istennek, akinek van hatalma megerősíteni titeket. És Szent Pál így mondja, hogy az én evangéliumban, az én örömhíremben, amit az angyal már kezdett hozni Máriának, és megkezdődött az evangélium, az öröm és az örömhír terjedés. A Jézus Krisztusról szóló tanításban van hatalma megerősíteni titeket. És hozzáteszem a Szentlélek által, amelyeket elnyertünk a keresztségben, a bérvállásban meg még inkább megerősít a hét ajándékán. Annak a titoknak a kinyilatkoztatásában akar megőrizni, megerősíteni, amely örök időktől fogva el volt rejtve. De Krisztusban föltámadott. Az angyal már Máriának bejelenti. És nyilvánvalóvá lett minden nemzet számára. A hitnek való engedelmesség véget.
Mert ahhoz, hogy mi is örüljünk és kegyelembe fogadottak legyünk, a bűnbe való kizártságból kilépünk, amelyben minden embert összefoglalt Isten. Kilépünk, ahhoz kell a Mária szava, hogy íme az Úr szolgálója, íme az Úr szolgálónője vagyok. Legyen nekem a te tanításod szerint, a hit és az engedelmesség. Van ereje megerősíteni keresztény téged az Istennek ebben. Ezért az Istennek legyen hála, dicsőség és tisztelet Jézus Krisztus által mindörökkön örökké. Amen.